Leginkább dobverőkre hasonlít ez a nagy őzlábgomba. Ebből a fajtából most több van az erdőkben. A gombász azt mondta, hogy az esős idő kedvez a növénynek. Most, hogy esik az eső, most már jönni fog a fekvőgomba, most már az őzláb is kezd, hát kell neki még 3 nap, mire ki fog újulni, hogy már megint beindul, hogy lesz egy kis gomba. Ha így fog esni az eső, mint hogy most esetleg utóbb, meg még megint máma is, akkor legből sok. Mintás a tönkje, hosszú tönkje van. A gomba szakértő is az őzlábat mutatja. A kocsányát felle lehet mozgatni, onnan könnyen megismerhető. Ez a másik pedig a csiperke, amit ha késsel megkaparnak és a felület besárgul, akkor nem szabad megenni, mert az mérgező. Ez egy úgynevezett áltrifla gomba, nagyon hasonlít a pöfetekhez, de hogyha szétvágjuk, a belseje ilyen márványozott. Ez a gomba is mérgező, a legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti az emberre. Fehér a lemez, fehér a bocskor, fehér a gallér. A kalapja a zöldes, sárgás, és ez nagyon mérgező. 1 gram elegendő egy embernek az életidő kioltsán. Ezért is érdemes minden esetben szakértőnek megmutatni a szabadban szedett gombát. Emberi élet múlhat a gondosságon. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy hozzák be. Ingyenes a gombavizsgálat, és reggel 6-tól állunk már rendelkezésükre, egészen 1 óráig. Ez minden nap van gombavizsgálat, úgyhogy szívesen várjuk a kuncsaftokat. Ez Nyíregyháza egyik legismertebb játszótere, a Robinson domb. Itt eső után gyakran van párduc gomba, vagy fésűs galamgomba. Mindkettő roppant veszélyes és mérgező, ezért érdemes a szülőknek és a gyerekeknek figyelni arra, hogy ne fogyasszanak semmit vizsgálat nélkül. A mérgező gombák például a tölgyfák mellett nőnek. A gyerekek játék közben leszedhetik ezeket, ezért fontos a szülői figyelem. Nyíregyházán egyébként az utóbbi 1-2 évben gombamérgezés miatt nem vesztette életét senki.